Éppen két pizza készül ebben a Soltvatkerti kerti olasz étteremben. Ez az üzlet is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy ingyenesen vendégelik meg a mentősöket. Minden szolgálatot teljesítő mentőst szeretnénk vendégül látni egy pizzára, mivel saját bőrünkön is megtapasztaltuk azt, hogy a vírus milyen szörnyű munkát végez jelenleg az országban. Novemberben elveszítettem már édesanyámat, és jelenleg is nagyszülők és nagynéném a betegséggel küzd. Az étterem tulajdonosok ezekkel az ajándékpizzákkal szeretnék éreztetni, mennyire becsülik az orvosok, ápolók mentősök munkáját. Az országos méretű összefogás azután indult el, hogy egy mentőtiszt ellen lakossági feljelentés történt, amiért megállt ételt venni egy budapesti Szentendrei úti hamburgerezőnél. Az üzlet is ehhez az akcióhoz kapcsolódott, ami már szinte mozgalommal nőtte ki magát gyors és éttermi körökben. Az első. Felajánlásunk már megtörtént, rögtön néhány órával a, a felhívást követően, és azóta is naponta többen állnak meg, vagy lassítanak le, hogy a kollégák csak odaadják neki az ételt. Telefonon legtöbben megrendelik, és így nem is kell várakozniuk egyáltalán a, a pizzákért. Szikszai Zsikla Zsanett, az étterem tulajdonosa elmondta, hogy mélységesen felháborodtak ezen az eseten, főleg, hogy közeli ismerőseik között is vannak mentősök. A kezdeményezéshez nagyon sokan csatlakoztak országszerte, a pizzás felhívást pedig már több mint 350 ezeren látták. Arra buzdítanak mindenkit, hogy segítsék az egészségügyben dolgozókat, még ha csak egy kávéval is.